Sziasztok, ez a Limonádé, a Soproni Ifjúsági Klub és a Sopron TV közös ifjúsági műsora. Ma egy különleges helyszínről jelentkezünk nektek, hogy miért állunk a soproni óriáskerék előtt, hamarosan megtudjátok. Előtte mutatjuk, milyen témákról lesz szó mai adásunkban. Covid diákok. Első kiállításokat nyitották meg handleros diákok az iskolák újranyitása óta. Ki a szabadba? Szabadtéri edzéstippeket mutatunk nektek. Magasban. Kipróbáljuk a soproni óriáskereket. Például te. Gáspár Dáviddal, a Sopron Basket vezető edzőjével beszélgetünk. Június elején nyílt meg az óriáskerék Sopronban a Mária szobornál. A kerék ideiglenesen lesz Sopronban, és július 11-ig lesz majd látogatható. Most mi is kipróbáljuk és megmutatjuk nektek, milyen szép a kilátás fentről. Fent vagyunk az óriáskerék tetején, hogy érzed magad? Én eddig azt hittem, hogy nem vagyok tériszonyos, de úgy látszik, hogy mégiscsak félek a magasban. Úristen, én nagyon félek, én tudtam előre, de szerintem jó lesz. Nem baj, ne aggódjatok, azért ma még lesz műsor. Covid diákok címmel nyílt kiállítás a Handler középiskola aulájában. A tárlaton a diákok olyan munkái láthatóak, amelyeket a digitális oktatás időszakában készítettek. A Handler középiskola programjai közt fontos helyet kapnak a kiállítások. Az egyik ikonikus program az iskolában, az alkotó diákok tárlata, ezt másfél éve nem szervezhették meg, így nagy örömmel nyitották meg a lezárásokat követő első kiállítást. Az iskola nem akarta lezárni ezt a tanévet anélkül, hogy legalább egy alkalommal bemutathassák a tanulók idei munkáit. Az egész oktatási palettánk részt vesz itt a kiállításon. Ez alatt értem mind a nappali, mind a felnőtt oktatásban résztvevő tanulókat. A munkák mutatják, hogy honnan, hova jutnak a diákjaink, tanulóink a szakma elsajátítása során. Ezeket a portrékat a karantén ideje alatt készítettük. Van, amelyiket modellről készültek, ez a kettő modellről készült, a többi az fényképről. És csináltunk csontvázakat is, ez még az előző téma volt. Itt 6 órán keresztül ültünk rajzon, és egy ilyen csontvázmodellről készítettük őket, és különböző szögekbe először krokizgattunk, különböző oldalakról, és végül egy ilyen egész lakos rajzot készítettünk ugye a csontvázakról. A kiállítás a tanítás év végéig tekinthető meg. Itt a Handler aulájában azonban csak a diákok és az itt dolgozók nézhetik meg. De az iskola törekszik arra, hogy online térben is mindenki számára elérhető legyen. A digitális oktatás időszakában igazán el lehetett lustulni, de biztos sokan voltak olyanok, akik akkor is igyekeztek mozogni. Én például az elején nagyon nem mozogtam semmit, de hogy amikor beköszöntött a tavasz és tényleg folyamatosan otthon ültünk, megpróbáltam ilyen kisebb erősítő edzéseket belevinni a napjaimba, és hogy tök sokat segített. Te hogy voltál ezzel? Fú, én inkább a vége felé kezdtem el mozogni, meg igazából így a közepén, de nem tudtam, hogyan kell szabályosan elvégezni a gyakorlatokat, ezért kimentünk keretadórával és néhány klubos társunkkal a Kressz Parkba, hogy megnézzük, milyen mozgásokat tudunk végezni az ottani kondi eszközökön. A korlátozások nagy részének vége, most már mi is kijöhetünk ide a szabadba edzeni, például a Kressz Parkba. Most itt van mellettem Dóri, aki egy fitnessedző és néhány gyakorlatot fog most nekünk megmutatni. Szia Dóri, kérlek mutatkozz be! Szia, Kerata Dórának hívnak, aerobik és fitnessedző vagyok, mellettem még személyedzősködöm is, és most jöttem nektek egy pár gyakorlatot bemutatni. Több hónapos otthonlét után miért fontos, hogy mozogjunk?
Hát leginkább az egészségünk miatt, általában szerintem most azért fognak sokan elkezdeni sportolni, mert a több hónapos otthonlét után egy pár kiló felragadt szerintem, de én azt hangsúlyozom mindig, hogy az egészségünk a legfontosabb, és azért fontos mozognunk és sportolnunk. És mit fogsz most nekünk megmutatni, milyen gyakorlatokat próbálhatunk ki klubos társainkkal? Egyszerűbb gyakorlatokat hoztam, mivel nem tudom, hogy ki milyen edzettségi szinten van. Alapgyakorlatokat, amit szerintem mindenki meg tud csinálni, és amelyiket még tudunk nehezíteni. Tehát megmutatom az alapokat, és esetleg a lányokat, ha látom, hogy nagyon ügyesek, akkor megmutatom nekik, hogy tudjuk nehezíteni a gyakorlatokat. Sári, akkor veled fogjuk kezdeni. Légy szíves, kapaszkodj fel, azaz, feszítsd meg a hasizmot, és szép lassan húzz a tér. Le, és nyújtsd ki a lábad. Föl, és nyújtsd ki a lábad. Szuper, gyönyörű, szép. Hogy tetszett ez az edzés? Jó volt, és nagyon elfáradtam. És milyen szerepet tölt be az életedben a sport? Hát mivel nagyon-nagyon régóta balettozok, ezért minden nap szoktam edzeni. Én már régóta atletizálok és futok, és minden nap járok edzésre. És a lezárásuk alatt hogyan tudtál sportolni? Akkor voltak edzéseitek, vagy tudtál futni egyedül? Hát egyedül is el tudtam menni, de szerencsére mivel ez kültéri, ezért tudtunk rendesen is edzeni. Egy éve a lezárás elején kezdtem el futni, illetve otthon edzettem. És otthon miket próbáltál ki, hogyan edzettél? Ilyen YouTube videók alapján. Az egész jól ment, és nagyon tetszik. Ha önmagunktól kezdünk el edzeni, mire kell odafigyelnünk, hogy a gyakorlatok közben semmilyen baleset se történjen? De legfontosabb mindig egy jó bemelegítés. Azt soha sem szabad kihagyni, illetve a fokozatosság elvét tartom, hogy mindig a könnyű gyakorlatoktól a nehezebb gyakorlatokig haladjunk, illetve az edzés végén a nyújtás a legislegfontosabb. Én azt szoktam mondani, nem azért, mert edző vagyok, de én azt ajánlanám mindenkinek, hogy menjen el egy edzőhöz, tanulja meg a fontos, illetve jó kivitelezés egy-egy gyakorlattal, és akkor biztos, hogy el fogja kerülni. Persze, ha felugrál, leesik fejre, tehát ezek más téma, de a legislegfontosabb a bemelegítés, illetve a mobilizáció, ugye beszűkülnek az izmok, tehát az is a legfontosabb, hogy mindig erre nagyon nagy hangsúlyt fektessünk, mert ezekből jönnek a sérülések. És ha valaki nagyon-nagyon lusta, mit ajánlasz, hogy kezdjen neki az edzésnek? Jó kérdés! Hát ez nehéz. Mindenféleképpen szerintem kell egy motiváció. Tehát úgy, hogy most esetleg, hogy a pandémia miatt felragadt egy-két kiló, akkor az biztos elég nagy motiváció. Én azt szoktam látni, illetve tapasztalom azt, hogy barátnők összefognak és együtt jönnek edzeni. Általában van, aki lemorzsolódik, de szerintem a fogyás, illetve az egészséges életmód megszerzése a legfontosabb. Szerintem én azt szoktam a lányoknak is kiemelni, hogy az a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk. Szabadtéri edzőparkot több helyen is találtok Sopronban, de nem is kellenek hozzá ezek az eszközök. Annyi a lényeg, hogy mozogjatok, és ne törjétek össze magatokat! Bronzérmes lett a májusi budapesti vizes EB-n a soproni Götz Lilien. A szinkronúszó válogatott soproni tagja jelenleg éppen egy külföldi versenyen tartózkodik, de megígérte, következő adásunkban mesélni fog majd a válogatott élményeiről. Lili többször is szerepelt adásainkban. Most idézzük fel, hogyan mutatta be a szinkronúszás alapjait 5 éve a legelső limonádéban. Lili, szerinted miért jó szinkronúszni, és kiknek ajánlod, hogy kipróbálják? Hát ezt a sportot nem hiszem, hogy olyan sokan ismerik, de nagyon jó. És hát mindenkinek, aki érdekel, ez mondjuk, hogy milyen. Lili már a medencében melegít, most mi is oda sétálunk hozzá, és megnézzük, mit is kell tudnia egy szinkronúszónak.
Mit láthatunk most, mit csinál Lili? Az új szólóját láthatjuk, ez az eleje. Igen. Tulajdonképpen, de csak egy kis részletet fogunk egyébként most látni, persze, nem az egészet, gondolom, mert egyébként egy 3 perces kűről van szó. Igen. Ezeket Lili mennyi ideig gyakorolta? Mire sikerült neki? Hát őszintén megmondom, a Lili, ami hogy ilyen tökéletes, ez még nem is tökéletes, mondjuk azt. Nekem már ez is. Igen, igen, igen. Igazából szerintem azért a Lili az elég gyorsan tanult. Igen. Tehát van, amit ő is lassan tanul, de magákat, a mozdulatokat ő rendkívül gyorsan tanulja meg vizet, valaki meg annyira nem. A digitális oktatás időszaka alatt klubunk új sorozatot indított az interneten. A Például Te című műsorunkban olyan ismert vagy kevésbé ismert emberekkel beszélgetünk, akiknek tevékenységét példaértékűnek tartjuk. Legutóbbi interjúnk a héten debütált Facebook oldalunkon, most ebből a beszélgetésből mutatunk nektek egy részletet. Május végén beszélgettem Gáspár Dáviddal, a Sopron Basket vezető edzőjével. 2019-es Final Four-on úgy tudom, itt voltál a csapatoddal Sopronban a mérkőzésen, akkor már tudtad, hogy néhány hónap múlva ez a csapat a tiéd lehet. Hogyan nézted ezt a mérkőzést, és milyen gondolatok jártak a fejedben? Igazából, ahogy megérkeztem, alapvetően csak így az atmoszféra, amit a szurkolók teremtettek, és az egész millió az volt az, ami hatással volt rám, és onnantól kezdve pedig nyilván az ellenfeleket, illetve a Sopron játékát figyeltem, hogy az edzők, játékosok miként reagálnak egymás taktikai húzásaira. Nyilván eljátszottam a gondolattal, hogy bizonyos játékosok a következő évben az én kezem alatt fognak dolgozni. Kíváncsisággal töltött el, hogy majd ők esetlegesen az én utasításaimra miként reagálnak, hogy fognak elfogadni edzőként. Nyilván itt még sok-sok kérdőjel volt a fejemben, de alapvetően bíztam magamban, bíztam a felkészültségben, illetve abban, hogy a körülöttem dolgozók, a stábtagok majd egészen biztosan sokat fognak segíteni, és a klubnál dolgozók is, és ezt bátran és nyugodtan kijelentetem, hogy ez így is történt. Úgyhogy nagyon sokan segítették itt a munkámat, és egy nagyon szuper és szívélyes közegbe érkeztem. Hogyan kezdted a munkát Sopronban? Mi volt az első, amit már megtettél a Sopron Basket vezető edzőjeként? Ugye összességében, ahogy már említettem, korábban felkészültem, és elemeztem, figyeltem a játékukat, hogy a játékosokra mi jellemző, melyik az a taktika, amelyik legjobban illik a csapatra, úgyhogy összességében nyilván a munkát, a tervezett munkát és edzéseket ennek tükrében terveztem, és nyilván ebbe bele lett szőve az én elképzelésem is, úgyhogy nagyon sok edzéssel, nagyon sok videózással, elemzéssel, játékosok megismerésével, velük való beszélgetéssel, a taktika, feladatok elmondása, közlése, stb. Hát alapvetően minden olyan megtörtént, ami azt segítette, hogy a edző és játékos-játékos edző kapcsolat, illetve munkakapcsolat gördülékeny legyen. És az első szezonodat sajnos a járvány fél beszakította, a második szerencsére már le tudott zárulni, és nagyon sikeresek voltatok. Te hogyan értékelnéd az előző 2 éves munkádat? Nem szeretem a saját munkámat értékelni, de összességében azt biztosan állíthatom, hogy tükörbe tudok nézni, és a maximumot adtam. Vannak területek, amelyek még nyilván fejlesztésre szorulnak, vannak olyan részei a munkámnak, ahol még nagyobb odafigyelés és még nagyobb szigor szükséges, főleg a részletekre, a legapróbb részletekre gondolok itt. A játéknak a minősége és az, hogy ezt magas szinten lehessen művelni, én hiszem, hogy ezeken az apró részleteken múlik.
Úgyhogy összességében az eredményekkel, nyilván a két kupa arannyal, a bajnoki arannyal, azzal, hogy a Final Four-ba kerültünk, alapvetően elégedettek vagyunk, és én is nagyon örülök neki. Viszont mélyebben, elemezve a munkámat, nem szeretném értékelni ezt, tegyék meg mások. Mennyire kell egy edzőnek, pszichológusnak is lennie? Húha, lehet, hogy néha én szorulok pszichológusra. Megpróbálok, nyilván ez az edzői szakma szerves része, úgyhogy nyilván emberekkel dolgozunk, érző, gondolkodó emberekkel, és egész biztosan igényli is a játékos, hogy beszélgessünk, hogy bizonyos helyzeteket talán mélységeiben is kielemezzünk, legyen szó itt egy kudarc élményről, legyen szó itt akár egy sikerélményről is, vagy alapvetően esetlegesen. Bár mondjuk nyilván ez nem sűrűn szokott előfordulni, de van úgy, hogy magánéletbeli problémát is sikeresen tudtunk kezelni és megbeszélni. Nyilvánvalóan csak is kizárólag olyan témában, ahol mindkét fél komfortosan érzi magát. Úgyhogy egészen biztos, hogy ez egy nagyon fontos része a szakmának, és egy olyan része, ami kiadhatatlan, és amelyet folyamatosan úgy szintén fejleszteni kell, és nyitottnak kell lenni rá. Milyen a kapcsolatod a szurkolókkal, milyen visszajelzéseket kapsz tőlük akár a városban, akár itt a stadionban a meccsek után? Azért nehéz nyilatkozni erről, mert ugye pont egy olyan időszakot élünk, ahol nagyon kevés kapcsolatot sikerült kialakítanom velük, közvetlen kapcsolatról van itt szó. Összességében én azt gondolom, hogy jó viszonyt ápolunk, biztos lehetne jobb is, de ez már az előbb említett probléma vagy szituáció miatt nem tudott kialakulni, de szívesen fogadom a szurkolói üzeneteket, és azt gondolom, hogy amíg nem lépnek túl egy határt, én készségesen válaszolok is nekik, és ez eddig is így volt, és azt gondolom, hogy a mai napig így van. Jólesőek nyilván a biztatásuk és az elismerésük, ugyanakkor nyilván meghallom a kritikát is, de az egészen biztos, hogy egy három lépés távolságot kell, hogy tartsak, és nekik is, mert azt gondolom, hogy így egészséges a viszony. A Sopron Basket már bejelentette a jövő év csapatát, te mennyire szólhattál bele az új játékosok kiválasztásába, és mit vársz a következő szezontól? Abszolút volt beleszólásom és vétójogom, úgyhogy ez egy közös megbeszélés és tanácskozás eredménye. Nagyon hosszas beszélgetések, és ez egy átgondolt döntés volt. Úgyhogy én nagyon örülök az, hogy ez az időszak lezárult, és megtaláltuk azokat a játékosokat, azokra a posztokra, amelyeket pótolnunk kellett, illetve amelyek erősítést igényeltek. Igazából várom már a munkát velük, és kíváncsi vagyok, hogy miként fognak funkcionálni. Két éve Sopronban élsz, hogyan illeszkedtél be, mennyi idő alatt találtad meg a helyed városunkban? Szeretem Sopront. Úgy gondolom, hogy egy kicsikét talán fel is dobott az újdonság, az, hogy új városban vagyunk, új étterembe, új kávézókba lehet elmenni, vagy csak az, hogy itt van ez a gyönyörű erdőség, és rengeteget szoktunk ott túrázni, kirándulni, illetve nem utolsó sorban Bécs közelsége is vonzó volt, úgyhogy talán a legjobb és a legfontosabb az, hogy a szabad időt, amit a családommal töltünk, vagy a barátokkal, azt most egy másik közegben, egy új környezetben sikerül megtenni, ami nyilván összességében felfrissítő hatású volt, és tényleg élvezzük az itt létet. A mindennapjaim egyébként eléggé, nem is tudom,
unalmasnak is tűnhetnek, hiszen a csarnok és az otthon között mozgok, úgyhogy, de tényleg minden szabadidőnk, ami adódik, azt próbáljuk a már korábban említett módon eltölteni. Egy bajnoki aranyérmes edző biztos tud nagyon szigorú és nagyon komoly lenni a munkájában, de nyugtass meg kérlek, hogy azért te is tudsz lazítani. Hogyan szoktál kikapcsolódni, és mennyire tudod elengedni a kosárlabdát? Tudok lazítani, és nyilván fontos is, hogy lazítsak, de ezt most nem csak azért mondom, mert ez valahol valami nagykönyvben le van írva, hanem ténylegesen el tudom engedni magam, de nyilván mindennek megvan a maga ideje, úgyhogy most talán pont ennek vagy ezt az időszakot élem. Hogy mivel szoktam tölteni az időt? Szeretek zenét hallgatni, szeretek filmezni, olvasni, és hogyha el kell hagyni a lakást, akkor kislányommal óriási nagyokat szoktunk játszani. Most éppen görkorizni tanul. Hozzáteszem, itt nem nagyon tudok lazítani, mert attól rettegek, hogy fejre esik, hogy neki megy egy fának, de összességében már megtanult fékezni, meg kanyarodni, úgyhogy ilyen tekintetben már nincs veszély. Van, hogy elmegyünk horgászni egyet, az egy ilyen, igazából egy ilyen gyerekkori szerelem, de csak néha tudok hódolni neki. Családlátogatás, barátok látogatása, tehát kicsit társasági életet élni, talán ez az, ami a legjobban megsínylette az utolsó időszakban az emberi kapcsolatok, de igazából a lényeg, hogy talán a legfontosabb, hogy egy picikét ez a készültségi állapot, ez a stressz, ez az, ami most jelenleg nincs az életünkben, és talán emiatt is megy könnyebben. A beszélgetés itt nem ért véget, a teljes interjút Facebook oldalunkon nézhetitek meg. Keressetek rá Facebookon, a Soproni Ifjúság és Médiaklub névre, ott megtaláljátok az egész beszélgetést, és még sok más érdekességet klubunkról. Évente egyszer lehetőséget biztosítunk arra, hogy újoncok is csatlakoztassanak stábunkhoz. Újra várunk 6., 7., 8. osztályos diákokat klubunk nyári táboraiba. 5. éve készítjük adásainkat itt a Sopron TV-ben. A Limonád és stábjának minden tagja egy nyári táborban ismerkedett meg a televíziózással és a Soproni Ifjúsági Klubbal. Azoknak, akik szeretnének betekinteni a kulisszák mögé, kipróbálnak magukat tévés vagy rádiós feladatkörökben, azoknak most itt a lehetőség, újra meghirdetjük klubunk nyári táborait. Az első médiatábort 2010-ben hirdettük meg. Azóta 31 kezdő és 10 haladó tábort szerveztünk. Azokat várjuk kezdőprogramunkra, akik idén fejezték be a 6., 7., 8. osztályt, érdekli őket a média, és szeretnének részt venni egy olyan bejárós táborban, ahol kötetlen, sok gyakorlattal próbálhatják ki magukat a média különböző területein. Nagyon jól éreztem magam a táborban, nagyon sokszínűek voltak a programok, és nagyon jól éreztem magam. A társaság is nagyon jó volt, és minden program nem lehetett egyszerűen nem élvezni. A táborba idén is várunk olyanokat, akik szeretnek szerepelni, és olyanok is jól érezhetik magukat, akik bár érdeklődnek a média iránt, de kicsit még félénkebbek. Ezen a nyáron a kezdők két turnus közül választhatnak. Az egyik június végén, a másik július végén lesz. Azok, akik a táborban jól érzik magukat, és szeretnének később is velünk részt venni más programokban, csatlakozhatnak szerkesztőségünk utánpótlás csapatához. Számukra is szervezünk rendszeresen szakköröket, programokat, kirándulásokat belföldön és külföldön is. Ezek a felvételek néhány éve Londonban készültek, ahova rendszeresen szervezünk nyári kirándulást. Itt többek közt a Harry Potter filmek eredeti díszleteit is megtekinthetjük a London melletti stúdióban. Az ott megismert kulisszatitkokról a táborosoknak is mesélünk majd, akiknek várjuk idén nyára is a jelentkezését. További információkért írjatok a képen látható e-mail címre, vagy keressetek minket a klub Instagram oldalán. Ennyi volt mára a Limonádé, köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha szeretnétek visszanézni júniusi adásunkat, vagy korábbi műsorainkat, azt megtehetitek a Sopron Média YouTube csatornáján. Érdemes bekövetni klubunk Insta oldalát is, nem csak a műsor kapcsán, hanem még több információt is találhattok ott táborainkról.
Limonádéval legközelebb egy hónap múlva, júniusban jelentkezünk. Sziasztok!